És még hallgassuk meg Lukács evangélium a 4. fejezetének első 13 versét. A felolvasandó alapigét és annak magyarázatát a gyülekezet helyét elfoglalva. Lukács evangélium a 4. részének első 13 versét olvasom, és majd kiemelő belőle a 3. és 4. verset. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az Öntől. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megérzett. Az Ördög pedig így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változz egy kenyérre. Jézus így válaszolt neki, meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Aztán felvitte őt az Ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szent pillantás alatt. És ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatok, és annak adom, akinek adom. Ha tehát levonulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki, meg van írva, az Urat, a te ismereted imád, és csak neki szolgál. Aztán elvitte az Ördög, Jeruzsálembe a templom párkányára állította, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd le innen magad, mert megvan írva, megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged, és kézen fogva vezetnek téged, hogy megmenjünk lábadat a kőből. Jézus itt válaszolt neki, megmondatott, ne kísérj az Urat, a te Istenedet. Amikor mindezeket a kísértések véget értek, eltávozott tőle az Ördög egy időre. És ha lemegyek a 3. és 4. verset még egyszer, az Ördög pedig így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki, meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Szeretett testvérem, Lukács evangélium a magyarázatának következő eleme ez a Jézus megkísértésének története. És úgy gondoltuk, hogy érdemes ezzel a történettel egy kicsit mélyrehatóban foglalkozni, és ezért három ige hirdetéssel fogunk beszélni erről. Mindegy ige hirdetésen egy-egy kísértést hozunk ide, ahogy a mai alkalomra ezt a bizonyos első kísértést. De nem csak ennyit szeretnénk, hanem ide szeretnénk hozni egy másik történetet, ahol talán nem három kísértés van, de egy nagy. A bűneset történetét szeretnénk még idehozni párhuzamban, és a bűneset történetével kapcsolatban végig Tamásnál olvashatjuk, hogy a kísértő három csalit használ, hogy az ember lépre csalja, hogy az ember bekerüljön a kísértőnek a hatalma alá. És én úgy látom, azt mutatta meg nekem Isten Szentlélek, hogy ebből a három csaliból egy-egy kísértéshez párhuzamosan odaállított. Ez a három csali, amit az Ördög használ, az élvezetvágy, a dicsőségvágy és a szerzés, vagy hatalomvágy. Így az első kísértés az, ami a kenyér csodához kapcsolódik, hogy tudjék Jézus kőből kenyeret csinálja. Az élvezet vágyat, az mint csalit lehet párhuzamolni. Mielőtt rátérnénk azonban magára a magyarázatra, hadd hozzuk ide azt a már közhelynek tűnő gondolatot, amit szoktuk mondani, hogy hát tiszteletesül mi mindennek ellen tudunk állni, kivéve a kísértést. Egy-egy kísértés, egy-egy csábítás, akkor előfordul az életünkben, úgy gondoljuk, hogy ez még nem a világ vége, úgy gondoljuk, hogy hát egyszer az ember engedett kicsit ennek a kísértésnek, attól még nem tör össze. De azt kell látnunk, szeretett testvérem, hogy az életünk azok a hétköznapi dolgokra tekintettel csúsznak el, az életünk dolgai. Hiszen nap mint nap találkozunk kísértésre, talán nem is akkor a kísértés, de mégis gondolhatjuk akár annak is. Néhány héttel ezelőtt fordult elő velem, valamit meg kellett csináltatnom, és aztán az, aki ezt meg akarta csinálni, mondta nekem, hogy hát számlával ennyi lesz, számlával nélkül meg annyi lesz, tiszteletesen megyet választja. Mindenki úgy dönt, ahogy akar én azt gondolom, és mindenkinek a magát ide, hogy dönt. De hogyha vele gondolunk, amikor számla nélkül csináltatunk valamit, azzal megmondjuk valamit. Azzal megmondjuk a magyar államot.
azzal az illető fekete munkára bíztak, és azt mondjuk, hogy a zsebből zsebbe, az egy kifizetődő üzlet, hát ezt meg lehet csinálni. Számlával vagy számla nélkül csináltak a háztörő dolgokat, a munkákat, amiket meg lehet olcsóban hozni, hogyha üzletelsz. De mondhatunk más példát is, amikor valaki vágyakozással tekint egy szép nő, vagy egy jó kinéző férfi után, és azt mondja, hogy hát ezzel még nagy nő nem követtem el. De nem jut eszébe, hogy Jézus azt mondja, hogyha valaki kívánsággal néz egy nőre, már házasságtörést követett el a szívén. Nagyon sok kísértés van jelen az életünkben, zárójelben megjegyzett számlával kérte ott azt a munkát után. Nagyon sok kísértés van az életünkben, és elfeledkezünk arról, hogy újabb és újabb próbatételeknek vagyunk kitéve, és ha Istennek engedelmeskedünk, ahogy a Jakab apostol mondja, ellen tudunk állni az ördögnek, akkor az elfut tőlünk. Akkor lehetőségünk van arra, hogy a kísértések elhagyjanak bennünket. Ahogyan Jézus kísértés történt a végén, azt olvasom, hogy utána eltávozunk tőle az ördögnek. Nézzük tehát ezt az első kísértés történetet. Eltelik 40 nap a pusztában, és Jézus megéhezik. És amikor megéhezik, amikor testi szükséglete van, amikor testi vágyai vannak, akkor az éhség, a gyomrába, zsigerileg összeszorít mindent, és azt mondja, most muszáj ennem, akkor megjelenik a kísértés, és azt mondja, hogy mi sem egyszerű neked. Ezt a vágyadat elég is ki. Egyél. Egyél minél többet, és megvan a hatalmad rá, hogy ezekből a kövekből kenyeret csinálj magadnak. Talán éppen a világosság angyalaként jelent meg, a kísértés mondta neki, hogy mintha mondta volna, hogy Isten küldött hozzád, hogy ezt a bizonyos fájdalmat, ezt a testi vágyat azt mondja, hogy ki lehessen elégíteni. És az első kísértés igazából így kezdődik, hogy ha Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyérre. Mint ha megkérdőjelezni azt a gondolatot, amit nem sokkal korábban, a kereszteléskor Isten maga mondott, ez az én szeretett fiam. És azt mondja, kísértő, tényleg az vagy? Hát mutasd meg. Mutasd meg magadnak, bizonyítsd meg magadnak, hogy te vagy az Isten fia, és csináld meg ezt az apró dolgot, mit neked az? Tudjuk, később Jézusnak nem kerül nagy dologba vízből volt csinálni. Nem kerül nagy dologba két halból, öt kenyérből annyit csinálni, hogy 5000 ember jól lakik. És most azt mondja, kicsit, hogy ez sem olyan nagy dolog. Te, aki a vizet, orrát tudod változtatni, csináld ezt meg nyugodtan. Nem történik semmi különösen. Éhes vagy, lakjál jól! Amikor Jézus ilyen csodát csinálta később, amikor kenyeret adott az embereknek, akkor az lett a következő, hogy azonnal királyra akarják tenni. Azt mondják neki, hogy ilyen király kell nekünk, aki úgy tud kenyeret csinálni, hogy ez nem kerül senkinek semmibe. Aki meg tudja sokszorozni azt a picit, és mindenki gazdaggá válhatsz. Az első kísértés a jó lakás vágyának felindítása az emberben. És azt mondják a magyarázók, hogy számukra ez átvitt értelemben mindenféle testi vágyat jelenthet, amivel a kísértő megpróbál minket megkörnyékezni. Az élvezetnek, az örömnek, a telítettségnek, a jó lakásnak a vágya, és ez egy csali. Ez egy olyan csalja, amit az emberpár, az első emberpár ott az édenkertben kap. Akkor megnézi a gyümölcsöt, akkor azt látja, azt olvasok a Bibliában, hogy az szemre kívánatos. Ezt megkívánja az ember, a tiltott gyümölcsöt. Azt, amire Isten azt mondja, hogy ez az egy, amiről ne vegyél. Mert ha veszel, meg fogsz halni. És ez szemre kívánatos, erre vágyik az ember, ezt meg szeretné kapni, ezt el szeretné érni, ezt meg szeretné szerezni magának. Jó volna ennyi belőle. Nem szabad félreérteni, testvérek. Isten akarata az, hogy örömünk legyen. Isten akarata az, hogy legyen mi tennünk és jól lakjunk. Isten akarata az, hogy nyugodtan élhessük az életünket, hogy ne kelljen aggodalmaskodnunk. Isten akarata az, hogy valamit jó ízűn el tudjak fogyasztani, és
neked nem elég az, amit Isten ad. Vágyjál többre. Ne legyen elég az, amit Istentől kapsz, vágyom hozzá még többre és még többre. A mértéktelenség áldozatai leszünk. Már nem eszünk, hanem hapsolunk. Nem tudunk pici falatokban élvezni valaminek az ízét, hanem nekünk mindenféle dömping étel kell, mindenféle ízfokozókkal fel kell turbozni, egyáltalán érezzünk valamit. Még sósabb, még édesebb, még erősebb, mert már a természetes ízeket nem is érezzük. És mindenféle más területen is az élvezetek megelégedés nélkül a sátán műve. A mértéktelenség ott van a szívünkben, ami az eredetileg bűnös ember tulajdonság. És milyen érdekes Jézus válasz a Szentlélek testében. Nem azt mondja, hogy nincs szükséged kenyérre. Ő nem azt mondja, hogy nem kell enni, hanem mit mond? Jézus azt mondja, hogy nem csak. Mint azt mondaná, igen, erre szükség van, de nem ez a legfontosabb. Vagy nem kizárólagosan ez a fontos. Tudja, hogy szükség van ételre, később ő mondja a tanítványoknak, hogy ti adjatok nekik enni. Most pedig azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem van még valami más is, ami az éhséget csillapítani tudja, és idéz Mózes könyvéből. Ez az idézet pedig az 5 Mózes 8.3-ban itt hangzik. Sanyargatott és éheztetett, azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, így adta tudtotokra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. A Lukács evangéliumában csak ennyit válaszol Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, más evangéliumokban hozzáteszi, hanem mindazzal, ami az Úr szájából. Isten igényének erejéről van szó, Isten igényének hatalmáról van szó, Isten igényének tápláló erejéről van szó. Szeretett testvérem, a történetből következő dolgokat szeretném ma elmondani. Az első, hogy a sátának, a kísértőnek akkor van könnyű szerepe, amikor fizikai gyengeségben tud téged megtámadni. Az éhség, a szomjúság, a fáradtság, a betegség, az álmosság esetén felhasználja a te fizikai állapotodat, hogy eltérítsen Istentől, hogy elfordítson Istentől, hogy azt mondja, hogy most nincs időm rá, mert van fontosabb dolog, amivel törődnöm kell. Most először ennem kell, s ha ennem, majd lesz időm Istenre. Először ki kell pihennem magam, s ha kipihentem magam, lesz időm Istenre. Most fáradt vagyok, és most nem tudok odafigyelni Isten, akkor inkább nem foglalkozom vele. Kihasználja a sátán azokat a gyengeségeinket, azokat a fizikai gyengeségeinket, amelyekkel Isten ellen tud fordítani, el tud választani Istentől bennünket. A második dolog, amit el kell vinnünk, hogy a sátán megkísér minket az élvezet vágya, a de jó volna a gondolatára, és nem csak az étvágyra gondolunk, hanem általában a fizikai vágya, a kísértéseit. Ez az első nagy támadási felület rajtunk, amit bármikor ki tud használni. Mert az ember fizikai testének vágyai és igényei határtalanná növekedhetnek, ha eluralkodnak rajta. Valami jogos, valami túlzott, mindezt mérve kell tennünk, de akár jogos, akár túlzott, biztos, hogy a kísértő kihasználja és megtámad bennünket. És aztán gondolhatunk itt a vágyak mellett, az anyagi kérdésekre, hogy megvan-e minden, amire szükségünk van, amit elképzeltem, amit gondoltam, ami nekem fontos, és ha nincs, akkor ugyan választ ez engem el Istentől, hivatkozz rá, hogy még több pénzt kell keresned, és nincs idő Istennel foglalkozni. A harmadik gondolat, amit vigyünk el magunkkal, az, hogy Isten igényében lehet táplálkozni. Meg lehet ismerni Isten igényének az erejét és hatalmát, és el lehet köteleződni mellette, és szinte észre sem veszik, hogy a kísértés a mindennapokban már nincs is jelen, mert Isten igéje tölti ki a lelkemet, és nem ad helyet az ördög kísértésének. Istenre figyelésünkben előzhetjük
Isten igényében való jártosság megszerzésével, a tanulmányozásával. Előszedjük azt, hogy katon ment. Nem véletlenül mondja Jakab, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ahol az ördög biztos valakat lát, ahol maga biztos Istenre figyelő életekkel találkozik, ott nem látja értelmét a maradásnak. Jézus Krisztus kísértéseiből az első, a testi vágyak kísértéséről szól, ki vagyok tévelnek minnyája. Csak Jézus Krisztussal tudunk ellenállni. Istenre figyelve kell ellenállni az ördögnek, hogy elfuss.